Nem mindennapi kalandba vágtak a tolnai nagycsaládosok még augusztus közepén. Az aktivitásukról ismert közösség tagjainak egy csoportja ugyanis úgy döntött, hogy biciklivel tekerik körbe a Balatont. Mivel már az egyesületben ezt többen is felvetették, hogy egy ilyet kellene, akkor úgy döntöttünk, hogy ezt az évet ezt erre szánjuk, hogy a szokásos kenőtúra helyett kerékpár túra lesz, és hát hogyha már belevállunk egy ilyet, akkor ez így viszonylag nagyot merjünk álmodni, már hozzánk képes, mert ugye egyikünk sem olyan igazi nagy biciklista, és így jött ez, hogy akkor kerüljük meg a Balatont. Egy ilyen hosszú túra bizony komoly logisztikai előkészületeket igényel, pláne ha nagyjából 20-an vágnak neki a Balaton körbetekerésének. A nagycsaládosok persze erre is gondoltak, és jó előre megterveztek szinte mindent. Előzetesen körülnéztünk, olvastunk neten is sokat, hogy akik már ilyen részt vettek, hogy mit javasolnak, hogy kellene, milyen irányba, milyen napi etapokkal kellene teljesíteni, meg azért tájékozottunk, meg a feleségem, előzőleg körbe is mentünk autóval egyszer, úgy megnéztük a lehetséges szálláshelyeket, azokat a fél időkben, ahogy dél időben pihenésképpen, meg a tűző napon, hogy ne tekerjünk, hogy ahol tudunk fürödni, meg enni, pihenni kicsit. Meglepő módon nem volt könnyű ilyen sok embernek szállást találni a Balaton partján. Több ilyen lehetséges forgatókönyvet végignéztünk, hogy na hol vannak szállások, mert az viszont meglepő volt, hogy amikor ténylegesen körbe mentünk előzőleg, előtte egy, mikor is május végén, mikor körbe mentünk autóval, hogy meglepő, hogy milyen kevés kemping van már. Amikor oda mentünk, valójában nem volt semmi, aztán kiderült, hogy van kemping ezen a településen, de az csak nudista kemping, hát oda most azért nem biztos, hogy mindenki szívesen ment volna, és volt olyan kemping, ahol előtte egy komoly kemping volt, és megszűnt, vagy akár menet közben kivált az a kemping abból a nagy cégcsoportból, amihez előzőleg tartozott. Tehát ez így meglepő volt, de úgy, hogy hát körülbelül megterveztük, hogy mennyi napi penzumokat megyünk, akkor ott hogy vannak ahhoz legközelebb kempingek, és akkor így indultunk. Hát azért menet közben egyszer át kellett tervezni, pont ezen a helyen, most nem jut eszembe a település neve, de pont az egyik ilyen biztosnak látszó településen, ahol egy jó kempinget kinéztünk interneten, kiderült, hogy valójában az a kemping az majd lesz, hogy egy régi kempinget bezártak, valaki megvette, és készülnek felújítani, de nem biztos, hogy addigra elkészült volna, mire mi ment. A nagycsaládosok 4 napot szántak a több mint 204 kilométeres táv teljesítésére, és mivel a legtöbben kerékpárral teljesítették a túrát, ezért nem csak a szállásról, hanem az étkezésről is, amennyire csak lehetett, előre kellett gondoskodni, vagyis ez is az előzetes tervkészítés része volt. Természetesen a szálláshelyeket előre le kellett foglalni, ugyan kempingbe szálltunk meg az olcsóság miatt is, de azokat is időben le kellett foglalni, mert a főszezonban, augusztus elején ez annyira zsúfolt a Balaton, hogy még kemping helyet se könnyű találni. Ahhoz, hogy a kerékpárosok valóban az utazás élményére tudjanak koncentrálni, voltak, akik úgymond áldozatot hozva autóval kísérték őket a napokon át tartó túra alatt. Volt egy kísérő autónk, abban a személyzet, hogy Herczik Pista, mint főpilóta. Hát ő húzta az utánfutóval, hatalmas fölpakolt nagy pakénk, az összes sátrunk, az összes felszerelésünket, hogy a kerékpáron tényleg csak a minimális a vizet, vagy amit útközben fogyasztottunk, azt kelljen vinnünk, és meg volt tervezve, hogy hol lesz az első megállóhely, hogy dél időben hol fogunk megpihenni. Ők ott már vártak minket, ott megkörülnézték a terepet, leparkoltak. Hát akkor megálltunk, fürödtünk, pihentünk, ettünk ilyenek, és a délután, amikor már kicsit úgy csökkent a nap, akkor nem tűzött annyira nap, akkor tovább indultunk.
volt velünk egy házaspár, ők nem bicikliztek, ők csak úgy jöttek motorral, a Lőrinc Laciék, és akkor a Laciék azok mindig besegítettek a reggeli elkészítését. Volt, hogy bundás kenyére volt, ott rántotta. A túrázók dolgát némileg nehezítette, hogy a Balaton északi és déli partja mentén egészen mások a domborzati viszonyok, bár az olykor kimerítő emelkedők sem szekték senki kedvét. A Márdiból indulva a Vonyarsz-Vashegyig, hát gyakorlatilag a déli parton, ami egy vízszintes, hát ott azért az könnyebben teljesíthető, mert az északi part, aki már járt arra, azért az dimbes dombos, ott azért vannak olyan emelkedők, amik nem tudja, akkor a bicikliseket meg tudja viselni, tehát a déli parton az a 80-as az nem volt annyira vészes, hát azért el lehetett fáradni így is, mert azért volt köztünk olyan, aki 3 éve nem ült biciklin, meg volt köztünk fiatal is, a másik Norbi. Hány éves? 11 éves, a legidősebb Makózoli 65 éve, vagy 64 éves, azért különböző korosztály volt, tehát azért annyira nem volt könnyű, de teljesíthető, tehát végig tudta csinálni mindenki. A sors viszont időnként közbeszólt, és megakasztani ugyan nem tudta a kerékpártúrát, ám volt, hogy lassította azt. Volt egy küllőtörés, azt megjavították útközben, volt egyik biciklinek a váltója, volt problémás, de azt is úgy útközben, hát szervizek vannak, ott meg tudták javítani. Hát tulajdonképpen így mentünk végig, és a többi napon, így, hogy első nap mindjárt 80-as mentünk, a többi napra ilyen 40 pár kilométerek jutottak. A több napon át tartó, olykor igazán kimerítő túrát nem csak a felnőttek teljesítették, a nagy családokban élő gyerekek ugyanígy tettek, még akkor is, ha néha igazán fárasztónak érezték a hosszú tekeréseket. Az első 80 kilométer elég húzós volt, nem is csak azért, mert ugye elég meredek lejtők is voltak, meg azért időben kellett teljesíteni azt a bizonyos távot, és az első napon ez nehéz volt. Aztán csillapodott ez a nehézség, jobban beleszoktunk, és utolsó napokra már egész jól sikerültek az utak. A nagycsaládosok Tolna egyik legaktívabb közösségét alkotják, éppen ezért természetesen még bőven vannak terveik az idei év hátra levő részére is. De már tervezzük a Mikulást, tehát most az összejövetelen már megbeszéljük, hogy legyen és mint legyen, de előtte még október 23-án mi minden évben részt veszünk a városi koszorúzáson, tehát azt beszéljük meg, és köszöntjük majd az elsősöket a Mikulás ünnepségünkön, már a műsort is el kell kezdeni szervezni, a csomagok fölmérését, hogy hány csomagot hozzon a nagy szakálluk, és akkor itt van az év vége, és meggondolkodunk a jövő évi terveinken, hogy mit szeretnénk majd végezni. A nagycsaládosok tehát egészen biztosan nem fognak unatkozni 2019-ben sem.